Máshol mit csináltak el az vasat szedni, 16-ot pontosabban, és 64 gyapjút, vagyis hát gyapjúval befedni az ágyat. Ez a kömmel századjára van, a századik meccs, amit lejátszok. 3 órája megy a felvétel. És jön rám oldalról a piros. És a szőke egy hacker. Az itt lévő smaragdokat szed össze. És ebből meg majd obszidiánt kell venned, ha meg lesz a 8. De amúgy jó lassan bír építeni a piros. Igen, mert amúgy én nézett egy csomó ideig, amíg be nem sikerült építenem. Tettetek valamennyi obszidiánt, azután szerelkezzetek valamennyire fel. Én például most kicsit szünetelem az emerald szedés, de ti nektek nem kell. És azért szüneteltetem, mert a zöld rám jött oldalról, a piros meg kilépett. Egyedülre nektek még nem kell gyémántot szerezni. Szerezhettek, de egyedülre még ne legyen a fejetekbe a gyémánt. Most még az emerald a legfontosabb. És én fogadok abban, hogy ezt a taktikát senki nem találta. Ezt a taktikát azt én találtam ki, tehát senki nem csinálta még. Csak én. Mérgemből csak azt mondom, hogy akkor beépítek az emeraldosra csak úgy, és addig ott leszek, ameddig nem tudok összeszedni annyi emeraldot, amennyiből kijön az obszidian. És ha ezt nem csinálom, akkor most nem tudnék erről a taktikáról. Amit amúgy nagy valószínűséggel én találtam. És jön oldalról be a szűk a zöldhöz, szóval rettentő gyorsan kell csinálnom. Rettentő gyorsan. És leesett a szízé szűke, ez az. Igaz, hogy 10 emeráldom van, de nem baj. Mindenféleképpen a leghamarabb, amint lehet, azonnal fedjétek be az ágyatokat. Obszidiánnal, nézd meg, milyen szép. Ez egy elég ígéretes körnek jelentkezik. Most mondom. Ezután már csak a szőkének van ágya, szóval le kell győzni. Na, én veszek most gyémánt szettet. De amúgy ezt nektek még nem muszáj. Ti még nyugodtan gyűjtögessetek az emeráldosnál, csak sokkal fontosabb nekem egyelőre most a védelem, hogy ne essek ki ebből az arénából. Ki ne dobjam el, ki dob, feljelentem a szerver, de komolyan. A szerver ilyen bágos, laggos, nem tehetek róla. És akkor most jöjjetek be gyémántér, és szedjetek nagyon sok szép dolgot. És a szőke megy be a piroshoz. Fogadjunk, semmit nem tudom miért, nincs ott senki. És 4 diamond kell, ami nincsen. Na, akkor én szedek össze egy pár tűzgolyót. Amúgy ennyi idő alatt rá is mehetnék nyugodtan. Ja nem, hogy azt csinálja. Visszafedem azért. Igaz, gyémánt kardom nincs, de az nem is akkora nagy gond. Mert akár még gyémánt kardnál is elősebb lehet lenni. Simán. Na, már ott van a kezében a gyémántsákány. De sok mindent ki kell vágnom a videóból. Na, én most nem veszek gyémántkarot, de ti vegyetek. Ha szeretnétek, nem muszáj. És menjetek rá az egyedül maradt csapathoz, vagy arra, akinek szeretnétek.
Hát lehet nem fog sikerülni, de ezt most már mindenféleképpen belevágom. Akármilyen is lesz, ha nem fog sikerülni akkor is, mert ez épp elég jó kör. Elmondtam, hogy mit kell csinálni. Most pont. Tudod mit? Én hagyom a szürkének, hogy rám jöjjön. Elbújok, én rámegyek. És kész. Kiüti az ágyamat, de én is az övét. De legalább sikerült az izé. A szószboka nincsen. Most már nem védem az ágyam. Elegem lett. De azért egy csomó tűzgolyót veszek. Mint neki. Mint... Ja igen, jól mondtam. Nem baj, én küzdök. 8 aranyalmám van. 8 fireballom. Jaj, atya úristen! Azt a hülye gyerek majdnem leesik. Hú, de megijedtem. Gyerünk. Ott a szőke szigetje. Jaj, te kicsinek hogy van befedve az ágya? Igen, hát ezt gondoltam. Ha most ő leugrik, és aztán visszakerülteti magát a szigetre, nagyon mérges leszek. Tudod mit? Ennyi! Ha-ha-ha! Basszus! Az itt van! Jaj, Istenem! Kis sunyi! Jaj, hogy ennyire közel lett volna! Ó, basszus! Jó közel lett volna, hát akkor nyugodtan az emeltek a saját szigetemre. Nézd meg, mennyi gyémántom van! Nézd csak, hogy mennyi! Ja, na, vajon mennyi van? 64 plusz 11. Ebből vajon mit fogok fejleszteni? Mindent, amit csak lehet. Ennyi, maximális szintű. Power. Power tool. Jó, ne, ott van és még nincsen gyémánt karon, neki meg már van. Hello. Ó, na, hogy azt hitt, hogy olyan nem kell, nekem nincsen. Ilyen nincsen, azt vehetnék mondjuk. Persze elpocsikodom el most egy csomó fireballt. Na tudod mit? Ennyire íjaskodni akarsz. Jó van. Azt hiszed megteheted. Persze onnan eltalál. Megölni úgyse fog. Jaj! Hát nekem nem csak annyim van, barátom. Előkapom az összes létező vasamat, amin van. És most... 21 fireball. Mennyi emeráldom van? Nincsen, nincs. A francokat is. Jaj, ez meg hová tűnt? Mit csak hát? Ja, hát persze, itt mászkált. Ez a kecses össze-vissza. Hat. Na jó, az elég is lesz szerintem nekem. Akkor megveszem a Diamond Countdown-t.
Hú, de menő lenne, hogyha felengedném ide, hogy jöjjön, és közben én meg hátból leütném. Ott van, látom. Na, én akkor most itt leszek egy darabig, ezt kivágom, hogy ne untassak titeket vele. Jön az endőpörlé! Jaj, de sokat sebez! Na hát, nem sikerült nyerni. Három szívet sebzett egyszerre. Na de mindegy. Most már ez... Hát nem volt tökéletes, mert nem nyertem, de akkor is tegnap kettő kört játszottam, és mind a kettőt megnyertem ezzel a taktikával. Szóval ez a leghatékonyabb Bedwars taktika, amivel garantáltan nyerni fogsz. Szóval így a végére elmondom még egyszer. Az első, amit csinálnod kell, hogy 116 vasat, ebből 64 blokkot veszel, befeded vele az ágyad, majd egyenesen semmi kis szigetet nem vozz bele, hanem beépítesz egyenesen az emeráldosra. Az emeráldos a 8 emeráldot összeszedve visszamész a szigetedre, és befeded obszidiánnal az ágyadat. Ezután menj be a gyémántosra, és szedj gyémántot. Ezzel fejleszd magadat, illetve, ha ezzel végeztél, ismét menj be az emeráldosra, és szedjél 10 emeráldot. Ebből vegyél gyémántszetet és gyémántkardot. Fejleszd magad gyémánt csákányra, baltára és egy encsántos ollóra való alapanyagokkal együtt készül. Felszerelést! Vegyél egy csomó blokkot, Firebolt aranyalmát, és ezzel menjél rá a játékosra, amelyiket kiszemelsz magadra. Van ugyanilyen csel, talál ki, amivel ki tudnád ütni az ágyát, és ez természetesen, ha nem működne, legyen tartalék emeráldod mindig, hogy tudjál magadnak újra gyémántkardot venni. És folyamatosan támad őt. Ezzel fogod élni azt, hogy egyszer csak biztos, hogy fogod ütni az ágyát. Hogyha ezzel megvagy, akkor valahogy öld meg. Ha kiütötted az ő ágyát, nyugodtan kiütötti a tiédet, már egy utolsó PvP-re van csak szükség, ami eldöntő, hogy te nyersz vagy ő. Sajnos ez a taktika, ez például 4v4-be, 3v3-ba, és 2v2-be nem működik olyan hatékonyan, mint szólóval. Szóval ez a taktika csak szólóhoz szól, illetve természetesen bármelyik szerveren elsajátítható. Amúgy most nézve, hogy elkezdve egy nagyobb szeme lenni a karakterennek. Szóval, az sajnos ez a taktika nem bírja szabályozni, hogy mennyire erős emberekkel fog összedobni, vagy mennyire idióták, hogy azonnal rád épít még. Ne, el nem telt egy másodperc, de már jön rád. Hát sajnos ezt nem bírom szabályozni. Viszont én szeretnék elbúcsúzni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nem tudom, hogy hányadik kör volt ez, de minimum a 30. Szóval, sziasztok! See me as a threat. We keep pushing to the end.